Műsorunk vendége Kálóczi Dóra, a Topolyai Egészségház igazgatónője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nézzük, hogy mi történik a Topolyai Egészségházban. Ugye szokás azt mondani a betegségekről, hogy jobb azt, illetve könnyebb azt megelőzni, mint gyógyítani. És hát a Topolyai Egészségházban nem csak a gyógyításra, hanem a megelőzésre is hangsúlyt fektetnek. Igen, hát a mai naptól kezdve, tehát július 1-től elkezdjük a méhnyakrák szűrést. A méhnyakrákról annyit kell tudni, hogy megelőzhető és időben kiszűrhető, és amennyiben időben diagnosztizáljuk, felállítjuk a diagnózist, eredményesen kezelhető. Különben a leggyakoribb, tehát a mellrák után a leggyakoribb malignus megbetegedésről van szó a nőknél, és hát sajnos Szerbiában naponta egy asszony meghal ebben a betegségben. Éppen ezért gondoltuk, hogy szükség van szervezett méhnyakrák szűrés szervezni az egész Topolyai községben. És szeretném felhívni a hölgyek figyelmét, hogy jelenjenek meg a szűrővizsgálatra. Tehát egy fájdalommentes, egyszerű vizsgálatról van szó, ahol ugye levesszük a kenetet, nőgyógyász végzi a vizsgálatot, nőgyógyász végzi a citológiai vizsgálatot is később, és amennyiben a teszt eredménye negatív, akkor természetesen nyugodt lehet a hölgy az elkövetkező 3 évben, mivel hogy 3 évente ajánlatos megismételni a méhnyakrák szűrést. Amennyiben viszont a teszt pozitív, abban az esetben ugye az idejében való kiszűréssel elkezdhető a további kivizsgálás, a pontos diagnózis felállítása céljából, és ebben az esetben ugye minél korábban elkezdjük a gyógykezelést, annál hatékonyabb a gyógykezelés, és hát annál jobb a kimenetele, a betegség kimenetele is, vagyis a prognózisa. Meddig tart ez a szűrési akció, és aki esetleg szeretne jelentkezni, az hogyan teheti ezt meg? Tehát nem kell külön jelentkezni, szervezetten folyik az akció, tehát mi meghívókat küldünk postán keresztül az asszonykáknak. Most ebben a hónapban, július 1-től július végéig 131 meghívót postáztunk ki, és ebben a meghívóban fel van tüntetve a szűrés vizsgálatának az időpontja, a helye, és egy telefonszám, amilyen abban az esetben lehet jelentkezni, és kérném is, hogy jelentkezzenek, amennyiben nem tudnak aznap eljönni szűrővizsgálatra, tehát akkor abban az esetben egy másik időpontban lehetővé tesszük, hogy eljöjjön a hölgy vizsgálatra. Tehát a vizsgálat hétfőn, minden héten hétfőn, 17 órától 19 óráig tart, és szombaton 8-tól 11 óráig. Tehát hetente kétszer végezzük, és csak azok jöjjenek, akik meghívót kaptak, mert mindenkire sor fog kerülni, tehát a következő hónapban másik csoportot fogunk meghívni. Nem tudom, hogy mekkora az igazság tartalma, de hallottam már olyan véleményeket, hogy az emberek gyakran méltatlankodnak, hogy miért nincsenek gyakran szűrővizsgálatok, utána pedig, amikor kiküldik ezeket a meghívókat, akkor csak kis százalékban tesznek eleget a meghívásnak. Igen, elégedetlenkednek, és hát tudni kell azt, hogy kötelező szűrővizsgálatok léteznek, amelyeket az elkövetkezőkben is köteles lesz minden egészségügyi intézmény, egészségház elvégezni. Nálunk is vannak ilyen szűrővizsgálatok évek óta, tehát tavaly is és az idén is a község saját költségvetéséből kiválasztott egy bizonyos összeget ezeknek a szűrővizsgálatoknak az ökkenőmentes lebonyolítására.
Tehát itt gondolok a vastagbélrák szűrésre, és a kardiovaszkuláris megbetegedések, valamint a cukorbetegség korai kiszűrésére és megelőzésére. Tudjuk azt, hogy az általános osztály, vagyis a patronás védőnők szolgálata gyakran szervez ilyen akciókat, ahol a kardiovaszkuláris megbetegedéseket szűrjük ki, tehát vérnyomásmérés, vércukorszintmérés, és hát ebben az évben többször is szerveztünk ilyen akciót a minisztérium javaslatára, ahol szintén ugye a kardiovaszkuláris megbetegedések voltak az első helyen, azon kívül a halláskárosodás korai kiszűrése, valamint a látás károsodásának a korai kiszűrése. Tehát ezeket a vizsgálatokat mi csináljuk, a szűrővizsgálatokat, viszont hát elég rossz a szűrővizsgálatra jelentkezés, de viszont én mindenkinek azt tanácsolnám, hogy jelentkezzenek ezekre a szűrővizsgálatokra, mert ez mindenkinek a saját érdeke. És hát a másik az, hogy az új egészségügyi, vagyis az egészségbiztosítási törvény, amely április 11-től van életben, előlátja azt, hogy az, aki 3 alkalommal nem jelenik meg ezen a szűrővizsgálaton, és hogyha abban a betegségben megbetegszik, esetleg 35%-ig még a költségét is állni kell a gyógykezelésnek, annak ellenére, hogy van egészségügyi biztosítása. Az ilyen szűrővizsgálatok elvégzéséhez ugye műszerekre, berendezésekre, felszerelésre, fogyóanyagra van szükség, és nem utolsó sorban szakemberekre, rendelkezésre áll-e mindez itt a Topolyai Egészségházban? Igen, mint már említettem, tehát a község a költségvetéséből, saját költségvetéséből kiválasztott pénzeszközöket erre, hogy mi beszerezzük ezeket a reagenseket, tehát ezt az anyagot föl szerelést, ami a vizsgálathoz szükséges, ugyanúgy kiképzett embereink vannak, orvosaink, nővéreink, akik el tudják végezni ezeket a vizsgálatokat. Tehát részben akkor már meg is válaszoltuk a következő kérdésemet, ugye nagyon sok egészségügyi intézmény esetében a szakember hiány gondokat jelentett, ugye, és hát ezt még csak tetézte az érvényben lévő létszámstopp, de úgy tudom, hogy a Topolyai Egészségházban előre lépés történt ez ügyben. Igen, tehát mondjuk rá mi most, amit konkrétan ugye a szűrővizsgálatunkat, ezt a méhnyakrák szűrést illeti, mi nekünk hát kénytelenek voltunk egy picikét átszervezni a munkaidőt a nőgyógyászati osztályon, tehát ezt munkaidő után fogja a doktornő, vagy pedig a doktor és a doktornő végezni, mint már mondtam ugye délután. Ami pedig az előrelépést illeti, igen, sikerült ebben az évben 2 orvost felvennünk állandó munkaviszonyba, melyre sokáig nem kaptunk ugye engedélyt a létszámstopp miatt az egészségügyi minisztériumtól. Ugyanúgy sikerült felvennünk szülésznőt, sikerült felvennünk egy nővért állandó munkaviszonyba, és hát a többiek egyelőre meghatározott időre vannak felvéve, de ismételten kérelemmel fordultunk a minisztériumhoz, hogy újabb orvosokat tudjunk felvenni állandó munkaviszonyban. Most egy picikét a szabadságok ideje alatt különben nehezebben tudjuk megszervezni a munkát, és hát azért is, mert 2 fiatal orvost elküldtünk szakosításra, mégpedig általános szakorvosokról van szó, jövendőbeli általános szakorvosokról, akikre nagyon nagy szüksége van az egészségháznak, és hát így egy kicsit megfogyatkozott a létszám, szabadságok is jönnek, de hát megpróbáljuk úgy megszervezni a munkát itt bent Topolyán is, és faluhelyen is, hogy a betegek ezt ne érezzék meg. Tehát a munka zökkenőmentesen folyhasson tovább.
A nyár egyben a felújítások időszaka is, és tudjuk azt, hogy tavaly nyáron sikeresen renoválták, hogy így mondjam, a zentagunarasi rendelőt. Erre a nyárra terveztek-e valamilyen felújítási munkálatot? Hát igen, már folyamatban van a szülészeten a szülő teremnek, és tehát a két szülőteremnek a szülőszobának a felújítása. Tehát újra, mivel elkezdtek ugye a csempék lepotyogni, akkor kénytelenek vagyunk újra csempézni a két helységet, és hát valószínű, hogy padlócserére is sor fog kerülni. Azután tetőjavítás, ugye hát az, amire szükség van a nagy esőzések miatt, és hát meglátjuk még, hogy ebben az évben mi fér még bele a költségvetésünkbe. Létezik egy olyan szolgáltatás is, hogy ifjúsági tanácsadói szolgáltatás. Erről mit tudunk elmondani? Hát az ifjúsági tanácsadó tavaly kezdett el működni, újra működni, hogy úgy mondjam, mert már volt nekünk ifjúsági tanácsadónk, csak föl lett újítva, és hát új felszerelést kapott az ifjúsági tanácsadó, új helyen van az egészségházban, mégpedig a belgyógyászati osztály mellett, de viszont egy teljesen elszigetelt, zárt részről van szó, mégpedig a diszkréció miatt, hogy ne legyen kellemetlen a fiataloknak, hogyha ebbe tanácsadóba bármilyen okból kifolyólag is jelentkeznek. De ebben a tanácsadóban ugye minden nap dolgozik valaki, nővérnél kell bejelentkezni a gyerekosztályon a vizsgálatokra, tehát dolgozik pszichológus, gyermekorvos, azután nutricionista, vagyis táplálkozási szakértő, nőgyógyász dolgozik, és hát a védőnők is csütörtökönként fogadják azokat, akiknek tanácsra van szükségük. Sajnos, de az a helyzet ugye, hogy télen arra panaszkodunk, hogy sokan elesnek, ugye végtagtöréssel fordulnak a sürgősségi osztályhoz. Nyáron viszont másféle gondokkal, ugye ilyenkor is azt hiszem, hogy megszaporodik a segélykérőknek a száma a nagy kánikula idején. Igen, hát különösen veszélyesek azok a kardiovaszkuláris megbetegedések, tehát a magas vérnyomás, az idősek, ugye mindig azt tanácsoljuk nekik, hogy a meleg időben, tehát 10 óra után már ne menjenek ki a kánikulában, reggel korán, esetleg este későn. Azután a szívbetegek, cukorbetegek, tehát lényegében a krónikus betegségben szenvedők azok, akik legjobban ki vannak téve a melegnek a káros hatásának, hogy úgy mondjam. Nem egyszerű megszervezni a topolyai község területén az egészségügyi ellátást, ugyanis hát például nagyvárosokban egészen kis területen összpontosul akkor a lakosság szám, ami itt a topolyai község területén nagyobb területre bomlik szét, és hát ugye 22 település 15 helyi közösségében kell megszervezni. Sikerült mindenütt biztosítani a falusi orvosi ellátást? Hát igen, amint az előbb mondtam, most a nyári időszakban egy picikét nehezebb megszervezni, kevesebb orvossal szervezzük, de mindenhol megszervezzük az egészségügyi ellátást, tehát még a legkisebb faluban is. Annak, tehát attól függően, hogy hány lakosról van szó, annyi órát van kint, és olyan gyakran megy ki orvos, tehát van, ahol hetente kétszer van orvos, van, ahol egész nap van orvos, itt a nagyobb falvakban, ugye, mint például Bácskosút falva, vagy pedig Pacséron, két orvos, másfél orvos, két és fél orvos, tehát attól függ, hogy most a nyári időszakban Moravicán két orvos dolgozik délelőtt, délután, és hát Pacséron is folyamatosan van orvosi ellátás, Bajsán úgy szintén, Orahovon szintén, és a kisebb falvakban pedig, mint ahogy már említettem, hetente egyszer, kétszer, vagy pedig háromszor megy ki, jár ki orvos.
Tudjuk azt, hogy a topolyai egészségház a korábbi időszakban egy jelentős anyagi kötelezettségekből álló ilyen tartozást halmozott fel, és hát valószínű, hogy rendszerbeli hibáról lehet szó, ugyanis hát az utóbbi időben arról szólnak a hírek, hogy más egészségügyi intézmények is hasonló gondokkal küszködnek. Itt Topolyán viszont most már lassan ez a helyzet megoldódik, ugye az önkormányzat segítségével. Pontosabban a község segítségével, tehát igen, az önkormányzat segítségével, tehát ilyen adósságtörlesztés átütemezéssel, úgynevezett reprogrammal sikerült most már az adósságunkat lecsökkenteni, úgyhogy a 108 millió dinárból most már 12,5 millió dinárnál tartunk, és újabb adósságaink, hát büszkén mondhatom, hogy nincsenek. Ami a gyógyszertárak működését és működtetését illeti, ott is voltak gondok, de azt is sikerült megoldani. A gyógyszertáraink nincsenek, tehát a gyógyszertáraink bérbe lettek adva, privát magángyógyszertárakról van szó, tehát az egészségháznak saját gyógyszertárai nincsenek. Van-e még valami az egészségházzal kapcsolatos közérdekű információ, amit esetleg így a beszélgetésünk végén szeretne megosztani nézőinkkel, hallgatóinkkal? Hát én csak újfent azt szeretném kihangsúlyozni, hogy jelentkezzenek a betegek a szűrővizsgálatokra, jöjjenek, ez az ő érdekük is, és hát tehát mindenféle várakozás, mindenféle előző bejelentkezés nélkül, amikor megkapták a meghívót, akkor meg lesznek vizsgálva a hölgyek, és a többi vizsgálatra is, amire meghívót kapnak, arra is jöjjenek el. Tehát gondolok a vastagbélrák szűrésre, mert ahogy említettük a riportunk elején, beszélgetésünk elején, jobb a betegséget megelőzni, sokkal kevesebb bekerül a gyógykezelés, sokkal hatékonyabb a gyógykezelés, hogyha időben diagnosztizáljuk és megelőzzük, ugye, mint amikor már a késői stádiumban fedezzük fel, és hát a kimenetel is akkor már sokkal-sokkal súlyosabb. Nem tudom, hogy van-e olyan statisztikájuk, hogy melyek a leggyakoribb megbetegedések itt a topolyai község területén. Gondolom, hogy országos szinten is ugye a keringés rendszeri, a kardiovaszkuláris betegségek a leggyakoribbak? Hát igen, a országos szinten is, Vajdaságban is, és hát a környező országokban is, ugye a kardiovaszkuláris megbetegedések és a malignus megbetegedések közvetlen a kardiovaszkuláris betegségek után. Viszont pszichiáter lévén kénytelen vagyok megemlíteni azt, hogy most már nagyon-nagyon jönnek fel a depressziós megbetegedések, és hát most már oda jutottunk, hogy a depressziós megbetegedések megelőzik a malignus megbetegedéseket. Ennek mi lehet az oka? A rohanó életmód, a stressz gazdag környezet, vagy mi lehet ennek az oka? Szerintem igen, tehát az életvitelünk is, az életmód is, és talán az is, hogy az embereknél korábban tudjuk kiszűrni, szintén diagnosztizálni ezt a megbetegedést, és bátrabban jelentkeznek az orvosnál, hogyha ilyen tüneteket fedeznek fel, amik a depresszióra utalnak, hiszen a betegek is most már, hogy úgy mondjam, képzett betegekről van szó, akik ugye az internetnek köszönhetően egy kicsit kiképezik magukat, és hát jobban felismerik a tüneteket, amelyek a depresszióra utalnak. És én gondolom, hogy az is, tehát, hogy gyakrabban diagnosztizáljuk ezt a betegséget, mint előtte. A depresszióra való hajlam hány százalékban örökölhető, tehát mennyire vezethető vissza a genetikai alapokra?
hát ha mind a két szülő beteg volt, akkor nagyobb a százalék, nagyobb az esélye arra, hogy valaki megbetegszik. De viszont magában a genetika vagy a hajlam nem jelenti azt, hogy valaki meg is fog betegedni ebben a betegségben. Természetesen külső tényezők hatására is szükség van. Ugye lehet, hogy valakinek a családjában mindenki depressziós volt, ő nem lesz depressziós, mert olyanok az életkörülményei, olyan az életvitele, hogy ez a betegség nem fog jelentkezni. Van, ahol tehát csak az egyik szülő. Mindenféleképpen hajlam létezik erre a betegségre, de mint említettem, tehát külső tényezők behatására is szükség van arra, hogy bármely, nem csak a depresszió, bármely pszichiátriai betegség kialakuljon. A daganatos megbetegedések esetében ugye gyakran szokták mondani, hogy ne dohányozzunk, fogyasszunk sok gyümölcsöt és zöldségfélét, tehát táplálkozzunk egészségesen. A depresszió megelőzésére mit tudna ajánlani, tehát gondolkodjunk pozitívan, pihenjünk sokat, vagy mivel lehet a depressziót kivédeni vagy megelőzni? Hát igen, ez a pörgős életvitel. Én mindig azt mondom a betegeimnek, hogy munkaidő után, vagy hétvégén mindig találjunk időt egy kis pihenésre, lazításra. Ha másra nem, egy kis séta, egy kis úszás a nyári időszakban. Tehát mindenki azt a rekreációs módot választa magának, ami a számára legmegfelelőbb. Az embernek szüksége van arra, hogy a napi zűrzavaros életvitel után pihenjen, tehát egy picikét ellazuljon. Szükség van ilyen dolgokra. Én legalábbis így szoktam mondani a pácienseimnek. Lehet, hogy paradox módon, de hallottam már olyan esetekről is, hogy az illető munkanélküli volt, tehát jóformán semmit nem csinált, és azért lett depressziós, ugye, mert tulajdonképpen nem volt semmilyen célja, nem volt semmilyen feladata, senki nem keresztette, tehát ez is okozhat depressziót, ugye? Természetesen, hát a célok, a tervek visznek bennünket előre, tehát azok kell, hogy kitöltsék a mindennapjainkat, mert hogyha az ember céltalanul él, akkor tulajdonképpen nincs értelme az egésznek. Amikor elérünk, kitűzünk magunk elé egy célt, és azt elérjük, akkor normális, hogy sikerélményünk van. Természetes, hogy hogy én mindig azt mondom, nem kell magas mércéket szabni, mert ha túl magas mércéket szabunk, állítunk, akkor azt nem biztos, hogy el tudjuk érni. Inkább fokozatosan lépésről lépésre, és hogyha az akarat megvan, hogyha az erő megvan, akkor mindent meg tudunk valósítani, és természetesen, mint ahogy említettem, az sikerélményt jelent számunkra, és örülünk, és örömet, boldogságot idéz elő. Mai műsorunk vendége volt a Topolyai Egészségház igazgatónője, Kálóczi Dóra, akinek köszönöm szépen, hogy eljött ide hozzánk, és hogy mindezt elmondta. Én is kedves köszönöm. Nézőknek pedig azt üzenem, hogy vigyázzanak magukra, és vigyázzanak az egészségükre.